Összegyűltek a régi játékostársak a Megyeri temetőben október 27-én szerda délelőtt, mikor sor kerülhetett végre a tavaly elhunyt legendás újpesti futballista Göröcs János, vagy ahogy mindenki ismerte, Titi bácsi síremlékének felavatására. A síremlék költségeit az Újpesti Tornaegylet, a Magyar Olimpiai Bizottság és az Újpesti Önkormányzat közösen fedezte. Utóbbi képviseletében Kanász Nagy Máté alpolgármester jelent meg az eseményen. Egész Újpest és Újpest sport szerető közönsége gyászolta őt, de igazából mindenki, aki újpestinek vallja magát, hiszen ő egy legenda itt Újpesten. Azért az újpesti foci, az újpesti dózsa, az Újpest, az mindig is több volt, mint egy sport szakosztály. Az a közösségről szól, és egyaránt szól a városról is. Ez rólunk szól, és akik itt sikereket értek el, és a városunknak a dicsőségét vitték ennek a hírét messzire, rájuk mindig emlékeznünk kell, és rájuk mindig büszkék leszünk. A régi csapattársak közül persze nem hiányozhatott a Dózsát 11 éven át erősítő legenda, Dunai Antal sem. Azt mondta, nem csak a pályán, de azon kívül is jól megértették egymást Göröccsel. Nekünk a taktika, néha, amikor az edzők kimentek, már felhívtak a figyelmünket, meg felkészítettek bennünket minden képességünk alapján betettek arra posztra, amivel úgy gondolja az edző, hogy a győzelmet ki tudjuk. De a Görös még mindig utána mondott egy-két olyan dolgot, mikor már csak egyedül voltunk, hogy ezt csináljuk először, ugye mi is Anti-Feri, te is főleg külföldön játszottunk, várjuk meg elő, mit csinálnak, gyertek vissza a félpályára, mert nekünk csak, ő csak azt mondta, utána, ha nálam van a labda, akkor induljatok be, majd én kiválasztom, hogy kinek adom a labdát. Ez a síremlék most már méltó arra, hogy a legendás játékos örökre megpihenhessen alatta. És nem csak ilyenkor Minden Szentek környékén, de jártunkban, keltünkben is emlékezhessünk a legendás irányítóra.